Most nézzük a mi hazánk képviselőjének, Novák Előttnek a kérdését, amit a honvédelmi miniszter úrnak kíván feltenni. Így hangzik, miért nevezték át a Petőfi emlékévben a Petőfi laktanyát, ráadásul a Habsburg megszállók uralkodója Mária Terézia nevét véve fel címmel. A miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Varga Tamás államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Önni a szó, Novák Előtt képviselő. Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, honvédelmi miniszterünk szerint a legnagyobb költőnk, a honvéd őrnagyként hősi halált halt Petőfi Sándor nem érdemli meg, hogy róla laktanya legyen elnevezve. Ezért nem szégyelték épp most a Petőfi emlékévben átnevezni a Petőfi laktanyát, ráadásul a Habsburg megszállók uralkodója Mária Terézia nevét véve fel. Miért? Petőfi örökségét nem engedhetjük át a baloldalnak. A francia vagy a bécsi forradalommal szemben nálunk nem csak a rebellióról szólt 1848, hanem Magyarország függetlenségéről is. A szabadságharcunk 175. évfordulójának megcsúfolása is ez. Sokan szolgáltunk honvédként a Petőfi laktanyában. A magyarok szívéhez nőtt a Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár bázisául szolgáló laktanya, illetve elnevezése is. Jobb lenne, ha a magyar hősökről neveznének el laktanyákat, nem pedig idegen uralkodókról. Mikor lesz Ausztriában Kossuth vagy Prónai laktanya, Romániában pedig Horthy vagy Maderspak laktanya? Államtitkár úr, ugye? Még abszurd a feltételezés is. Ráadásul Mária Terézia parancsára több száz fegyvertelen székely gyilkoltak le Madéfalván, mivel a székely határőrök ragaszkodtak ősi jogukhoz, hogy ne vihessék el őket külföldre harcolni. Ez így most egy újabb rossz üzenet a külföldi katonai szolgálatokat amerikai érdekek mentén vállalni nem hajlandó honvédeknek is, akik inkább csak saját hazájuk megvédését szeretnék, és nem például Irak megszállásában részt venni. A véreskező császárnő Mária Terézia jelentősen támogatta Erdély elrománosítását. Az ő uralkodásának 4 évtizede alatt vált az addig magyar többségű Erdély román többségűvé. Jóhiszemű szeretnék lenni, ezért miniszter úr tájékozatlanságát kell feltételezzem, így engedje meg, hogy ajándékba adjam a románok által halálában is üldözött Nyírő József Madéfalvi Veszedelem című könyvét, és köszönöm, ha újra gondolják az átnevezést. Köszönöm szépen, Novák Előtt képviselő úr. Megadom a szót Varga Tamás államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlése. Engedjék meg egy kicsit messzebbről indítsam a választ. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a jelenleg zajló haderő fejlesztés beszerzései és a szervezeti átalakítások kiemelten fontosak ma, amikor egyrészt a szomszédban egy háború dúl, és azt gondolom, hogy abban is egyetértettünk, hogy fel kell készülnek lennünk arra, hogy ezt az országot megvédjük bármilyen körülmények között is, és bármilyen körülmények között is ezt a háborút Magyarország határain kívül tartsuk. Ez az, amit miniszter úr úgy szokott megfogalmazni, hogy a békéhez erő kell. De azt gondolom, hogy abban is egyetértünk, amit megtanultunk az egri csillagokból, Dobó Istvántól, aki Egervárának ostrom, akkor úgy fogalmazott, hogy a falak ereje nem a kövek erejében, nem csak a kövek erejében van, hanem a védők lelkében is vagyon. Tehát egy hadsereg igazi ereje a katonák lelkében is rejlik, ezért fontos, hogy hogyan tekint magára a magyar katona, milyen múltat és hagyományokat tud maga mögött. És ebből a szempontból azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos a múlt tisztelete és ismerete. És tudni azt, ha említette Szurmai Sándor nevét, hogy a Szurmai Sándor helyőrségi dandár kötelékébe tartozik az a 32-es számot viselő testőrezred, amelyet Mária Terézia királynő alapított 1741-ben, szintén ugyanezzel a hadrendi számmal. És maga az alakulat a rendszerváltás után vette fel ezt a nevet, és szobrot is állított Szurmai Sándornak, és most a laktanya felveszi
az alapító Mária Terézia nevét. Azt gondolom, hogy ez nem egy formabontó gondolat és megoldás. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, Varga Tamás államtitkár úr. Viszont válasz illeti meg Novák előtt képviselő urat. Államtitkár úr, a miértre lényegében semmilyen választ nem kaptunk. A székelyek ellen elkövetett tömeggyilkosságról sem beszélt, pedig a madéfalvi emlékműnél idén is megemlékezést tartott a Mi Hazánk mozgalom, amikor a csíksomlyói búcsúra mentünk. Szeptember első felében pedig Kövér László házelnöknél kezdeményeztem az országházon levő székely zászló félárbocra eresztését is a laktanya gyalázatos átnevezése miatt. Persze házelnök úr rossz szokása szerint nem is méltatott válaszra. Mi viszont nem engedünk a 48-ból, sőt, civil tüntetés is lesz október 6-án, tehát az aradi vértanúk napján, 17 órakor, és tiltakozunk ez ellen a gyalázat ellen. Egyúttal sokan követeljük, pártok fölött is állva a széles nemzeti összefogással, hogy inkább a magyar hősökről nevezzenek el laktanyákat, ne pedig idegen uralkodókról, különösen azok után, hogy ezt megindokolni sem tudják. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Viszont válasz megilleti az államtitkár urat is. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy másik gondolatot tennék hozzá. Egyrészt volt már elnevezett laktanya a Mária Teréziáról, nem ugyanez a laktanya, de az már nem létezik, nem honvédségi objektum. És Mária Terézia alakja és mitosza azt gondolom, hogy alkalmas a rendezett élet, a női erő, a család és az otthon biztonságának elbeszélésére és megélésére. És azt gondolom, hogy manapság nagy szükségünk van a nők, a család féltő és gondoskodó szeretetére, a haza védelméhez. És szeretném hozzátenni, hogy Mária Terézia a magyar honvédelem történetének meghatározó alakja hadsereg szervezési lépései és intézkedései miatt is így alkalmas mítosza a honi védelmének és biztonságának jelképbe avatására. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!